Na, akkor sziasztok! Ez most ilyen lesz egy általános jelgés. Jó, legyen. Legyen. Ennyi. Ennyi. De hogy mit nézel ennyire? Nézem magamat. Nézem magamat. Meg Martin, szia Martin. Szia Martin, mondom. Nem lesz jogsértő hozzá? Nem. De az most egy. Le fogja tiltani. Igen. Ilyen no-name dolgokat kell amúgy berakni. Milyen no-name-eket? Ilyen no-name-eket. Milyen? Nightcore például, de mert az nem no-name. Mert hogy az no-name? A Nightcore. És a Nightcore-t aztán fogja lehet. Nem fogja lehet. Nem, mert fel van gyorsítva. Nem ismeri fel. Érted? Annyira gyors, hogy nem ismeri fel. Nem. Mert nagyon gyors. Nigga 5-5 szorel, mi? Nigga 5-5 szorel. Itt valaki? Nem. Azért, hogy megnéztél, te felcsillant a szemünk. Felcsillant a szemünk. Szóval. Üdv a szobában. Mi? Nem ezt akartam mondani, hogy várjunk ki. Várjunk ki! Azért a... Mi az? Mi az? BTX vagy mi? Best Music. Reforce. Reforce BTX. MG Force. Reforce. GTX. Reforce is. Van a srácok a izéből képben. Ha? Egy videókártya, ami nem működik. Igen, a csúlyán nem működik. Ja. De ez olyan, mint a Kamu PS5, tudod, hogy mi a nevé a Kamu PS5-nek? Azt nem vágod? A Kamu PS5. Aha. Mert van a piacon Kamu PS5, tudod, és akkor... mint itt volt velünk, Rami, tudod, itt volt, hogy megnyíltam, is itt, meg Rami. Igen. Mi volt nála ez az izé, az Airpods? De az az Airpods. Mi volt nála? Airpods. A Pro. Hát tudod, csak hát kínai volt. Ja, igen. Egyszer bedugtam, mondom, faszom meg minden. Csak annyira nagy a mély, hogy nem hallod a, rendesen a zenét. A benne, alapból. Igen. Az jó. Extra bassos. Bassos. Extra bass. Bassom. Szóval hangosan, meg izé. Jó, tübögjön. Ennyit tudna csak az ember. Hangosan, meg tisztán szól. Nem így működik. Nagyon nem így működik a dolog. De ez úgy, hogy nyilván kell. Hangosan meg tisztán, meg extra bass. Ez ilyen nyíl. Extra bass. Felesem, hogy a hangot százasra. Hallod, tesszok, bekapcsolom a hang technikámat a fülembe, és egyből bass, érted? Hadd annyira bass, hogy nagyon bass. Oda bass technikát a fülembe. Oda a fülembe. A fülem lyukába. A fülem lyukába. Nem számít, mert nekem van bass. Érted? Az oké, hogy nem érted, hogy mit mond, de van benne basszus, tesó. Bassz a füledet, rendesen bassz. Az biztos, hogy bassz. Oda bassz. Igen. Bassz. Szép bassz. Oda bassz. Te vagy maga a bassz. Nézegettük a Nike cipőket. Igaz? Nézegettük, igen. És hát Misi azt mondta, hogy maga szárba vette volna maga a cipőt. Meg mi nem látta. De miért nem látta meg a cipőmet? Mert nem voltam itt. Igen. Hát igen, ez nem az én hibám. Nem az én hibám, mert dolgozok, igen. Uh-huh. Igen, nyilván. Bocs, hogy szeretnék pénzt keresni magam. Igen. De... Igaz. De amúgy nem dolgoztál. Bújj is itt ritka. Nem dolgoztál. Akkor hol a faszomba voltál? Nem jöttél át? Na, csak nem jöttem át. Hát ez szomorú. Na, te miért nem jöttél? Hát ez... Mondtam már, hogy a szomorút, azt akkor felejtél. Törölt ki, ki kell törölt, Dili. Törölt ki a szótárakban, mert nem. Sajid. Ja nem, mert csak sajt. Hát nem. Szén is lehet. Hát sajid. Ugye? Things, jók, amiket... Milyen szén is valami jó, things valami jó, sajid. Mi? Nem tudom. Jó megbeszéltem, hogy most így egyedül. Things to do it, sajid valami... Valaki nézze már meg rendesen, hallatszik, ahogy beszélgetünk. Things, do you say, sajid. Jó, amiket... Szed. Sad. But? Ja, az én telefonom. Nem, az enyém. Akkor nekem az... Csak csatlakozol vagy. Húzd. Hát róla megy. Nem. Az. Nem megy róla. Nem mondom, mert hagyjam róla. Húzd róla megy. Nem. Az. Nem. Nem mondom, mert hagyjam róla. Húzd róla megy. Nem.
Nem. De akkor azt mondtátok, hogy beszéljük meg, hát hogy most akkor most lehet-e hallatszik, de senki nem szólal meg semmit. Ja, de akkor honnan tudjuk? Vágod? Nagyon jó hallatszik. Na jó van, ezért most egy kapcsolat. Jó lesz, jó lesz egyébként. Így van az. Ugye, ahogy. Nem úgy van, hogy nem ahogy. Nektek egyébként vanyogosít vanyogok? Hogy van? Marti, neked vanyogosít vanyogok? Te nem tudod át? Ja, várja! Nincs. Várj, meg kell jönni a fém. Akkor kocsival nem tudsz eltakarodni, ugye? Belekerül a fém szakmába. Belekerül a fém szakmába. Ja, ilyen dolog. Várj, de akkor mi a fém szakmába? Hogyha te... Várj. Ha te egy szuperhős lennél, mi lenne a végső képesség? Végső képesség? Igen. Ultimate power. Mi lenne az? A végső képességet. Addig basznál egy nőt, míg meg nem hal. Igen. Ez egyébként, még ezt tanulottam, sőt. A véremet adom ezért. Véremet adom. Neked, Dávid, mi lenne? Nekem, nem igen. Tudom. Örök élet, örök erő. Megnyújtani a testrészeimet. Én lennék nyúlga. És olyan... Te lennék nyúlga? Bigyófelügyelő. Nyúlga lenne, vár. Nyúlga lenne. Nyúlga. Ezen ne a szuperhős nem ez, hogy nyúlga? Nyúlga. Nyúlga. Kettő a van. Igen. Nyúlga. Azt akarom, ezzel elér 400 km az ugye, így hú. Átgondoltad már, hogy neked akkor ilyen, mert hogy azon kívül, amit most megbeszéltem. De ahogy ez rossz képesség volt. Erő. Az erő? De az milyen életen. Fajta erő? Talán milyen. Szóval minden. Mi akarsz lenni, vámpír? Mert neked kiszívott. Ez buzis volt. Azt az, hogy rossz volt, és hülye. Ja. Na. Na. Van egy néző. Na. Hello, szia. Valencia. Hello, szia, Valencia. De akkor, de várj. Beszélgessünk szerintem arról, hogy... Beszélgessünk. Jó, de miről bazd meg, vágod? Mert most... Azt hittem, mondasz itt valami konkrét témát. Egyébként bennem volt, csak mondom, míg ezt elmondom, addig eszembe jut valami, de nem. A jogsít. Mert retardált vagyok. A jogsít? Van. És milyen gépet űzöl? Sok minden. Ferrari. Toyota Hiace-ot, Toyota Avensis-t, Ford Fiesta-t és Audi 4-est. Ennyi. Ezt az összeset egyszerűen? Tankot még nem vezettem, de szeretnék igazából azt, sőt... meg egy benzinkutat. Sőt, gondolkodtam rajta, hogy helikopter pilótait megcsinálom, vágod, és akkor megyek. És akkor, hogy van? Mi lesz magángépem, hallod? Mi az a helikopter? Mi a? Egyesét. Egyesét, 117. Helikopter 117 lesz. Egyesét. Igen. Hát ugye a helikopter egyesét a központ. Köszönöm! Egy-egy. Súlyos sérültet várunk. Koordinálták is. Full ittason. Full ittason. Persze. Hú, hát az ittaságról nem veszünk vezetés közben, mert nem a helikopterre nem jön rendőr igazoltan. Nem, csak mikor leszállok, tudod? Jó, hát nem oda fog leszállni, érted, és akkor megadod egyébként teljesen minden, de... De elég komoly. De tényleg gondolkodtam rajta, hogy... Hogy egyébként nem félek a magasba, és akkor szeretek is vezetni, és akkor miért ne vezetnék akkor? Csak mindig legyen a hátadon egy izé. Ejtőernyő? Így van. Hogyha véletlen túlságosan bebasznál és a söröket hátránynád, mint egy mint Rick nagypapa. Jó, hát megubolka Rick, igen. Igen. De... Tényleg, én és amikor tényleg gondolkodtam. Mi is megérkezik, Martin megérkezik, kinyis a helikopternek az ajtaját, kiborul az összes pia. Mi is megy hozzájön, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Abszolút, hogy hajt, feloldal, pozíciós bónus, haját is átfézik. Igen, úgy, hogy jaj. Már túl van. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Nagyon kutyák vagytok, amúgy ezzel a Jack Sparrow-zással. Még cicák. Milyen cicák? Cicák. Mi van? Cicák. Nem, cirmi. Ez az cirmi. Ezt szoktad csinálni. Már van kettő. Én ezt nem értem, hát, hogy mi az, hogy most, de hát most miért van itt az, hogy cirmény? Amúgy, bármint, hogy most ez miért jön ez, hogy cirmény? Csak úgy.
csak nem tudom, hát Marci négy hülye a kollégáit. Hogy Cimi? Van, hogy homá is van. Homá? Van egy kollégát, hogy tök hülyebb, hogy homá. Az egy... Nincs igány. Nincs. De egyébként az a legkeményebb, hogy nem tudom, hogy a... látják egyébként a többiek, hogy Reforce BTX első videokártya van a csajcinak a gépben. Nem sniperek azok a nás. De nincs is bekötve, vágod? Nem baj. Nincs. Lesz ő 10. Az ilyen. Meg egy kavó telefon van ott nála. Samsungnak mondanám? Szerintem az? Szerintem meg egy ilyen pillanat van a játszóba. Szerintem meg iPhone. Vagy egy iPod. Vágod. Az egy iPhone. De van egy kontroll is egyébként, most látom csak. Egy Xbox-os kontroller, ott bal oldalt. Az így van. Ja. A srácok legközelebb már mi is fog velünk csatlakozni. Toljuk a streamet. Hozzá csatlakozni. Challenge írtak. Na milyen challenge? Mondjad testvérem. Milyen challenge-re gondoltál? Mondjad. Látom mindent. Téged is látunk, hallod. Látom, hogy ott ütsz a szopában. Hova mész? Azt írta, hogy challenge, nem? Na, mondj egy challenge-et. Nike Pendoy. Mondjad Nike Pendoy. Miki? Pendoy. Pendoy. Mi? Ez a Nike neve. Nem látok addig. Hogy? Mit írt? Hogy? Hogy... Te se látod? Ne, baszd el a... Ez fiam volt. Pa. Mi van? Figyelj! I am from India. Indiából? Oh, az érdekes. Hi, what's up? What's up? Indiából néznek? Aha. Az a cigány. No. Figyelj, I am from India. Yeah. Szia! De bazd már vissza a telefont egyébként. Okay. Helyére. Your country. Your country, Hungary. Hungary. Yeah. De kurva nem ért semmit, amit beszélünk. Nem. De nem az a téma, de a challenge-et azt nem értettem, hogy létől... What's challenge? What is challenge? De ott leírta a challenge-et. Na hova? Ott van, ott le van írva, hogy ő szeretne... Oszlap... Várjál, figyelj csak. Nem fog vele smárolni, hogyha ezt akarja. Nem. Nem szóval, hogy nem vágom. Nem. Valami ajkak. Lép. Ezért mondom, hogy nem fog külös már. Na, ne kivetelés jól, úr, mert rád küldöm a rendőrség. Policáj! Policáj! 1-2, policáj! Valami hosszú tét a miggel. Lép az ajkak, nem? Nem lép. Ja, vagy nem azt akartam. Egyet, itt fognak a világ. Na most az... Na, bocs. A világban is. A világból is. Mit ír? Nem tudom. Nem értem az egészet. De add meg ezt a... Nem, hát add az a szöröttyöt. Ez is fordítsd le. Kíváncsi vagyok. Na, hadd olvassa meg. Ott van. De nem. Már úgy akilát egy igaz amúgy egy gondolat. Hermanito. Francisco. Antero. Saul nem is, majd írjál magyarul. Saul. Mi? Saul fia. Az egy... Saul Gorason. Az egy jó film egyébként. Saul. Így van. Félig néma film. Egyébként. Ja, film. Pontosan. Oscar díjas. Igen. Tudtuk egyébként beatboxon? Tudsz beatboxon? Nem. Az utolsó srác az feldühített. Feldühített? Miért dühített fel? Ki az utolsó srác, ő? Ő az utolsó. Ő az utolsó, ő. Mit dühített fel? Ne magyarázzál. Don't magyarázzál. Don't magyarázzál, fia. Na, magyarul írt, hogy feldühített? Igen. De akkor még nem is indiai. De attól lehet indiai, vágva. Igen. Csak tud magyarul. Nem, szerintem lefordított a magyarra. Mit? A szinkronokat? Azt mondja, az élünk. Igen, ő. Na. Hál' Istennek. És... Kérj, bocsánatot, így. És miben dühített fel? De hallgatok, miben dühített fel téged? Mivel bántott meg? Az acke fejezésével.
túl csúnya vagy, hogy igen. Attól fokon az utolsó, innen is lehet rágni. Látod ezt? Én Vietnámban tanultam, testvére. Vietnámban? Jó, mi vagy te izé? Veterán, katalán. Na, de nem az a lényeg egyébként, hogy az a lényeg, hogy akkor Marti, nem mikor menjünk Hollandiába? Mikor menjünk Hollandiába? Hollandiába? Mit húzzak az Ájkoszt? Ott van a hűtő. Mikor menjünk Hollandiába? Indiába jelenleg 3 óra 55 perc van. Hát az nagyszerű. Hogy jó, de senki nem kérdezett, te 3 óra 55 az azért kemény. Hát nem itt van India, nyilván. Hát nem. Sőt, átvisz Romániába, egyébként ami csak pár száz kilométer, ott már egy órával előrébb van már. És akkor most menjünk van Görögországba vagy Oroszországba? Mondjuk ott egy órával van csúszva, vagy kettővel? Azt nem tudom. Nem tudom. Mit szólsz ez, Martin? Szó se jut. Hát nagyon komoly vagy. Úgy nézel ki, mint a Hulk színész. Kien? Ki? Mi? Ma, de kicsoda néz ki úgy. De milyen színész? Úgy néz ki, mint a Hulknak a színésze. Hulk színész. De melyik? Melyik? Mert Hulkból rengeteg volt. Hát igen, van a bosszúállók. Van a bosszúállók. Van a sima, a régi. Igen. A 2000-es vagy hanyas években meg készült. Meg még annál is régi is van. Meg, igen, meg ami annál is régi. De fényszerűen ennek a színésznek, mondtam, hogy kell. Pukajak, de nem olyan az illetve? Azt nem értem, hogy ért minket a csáv. Ezt nem értem. Ért, tudsz magyarul amúgy? Hogy ne tudna? Gondolom, tud. Nem. Vele kávéztünk a múltkor, nem elkezdtek? Ja, de hát. Starbucks-ba találkoztunk. Starbucks, igen. Igen, a Astoriánál, nem? Fent volt az emeleten, jelen. Astoriánál, nem? Ott ült fent a Galérián. Ja. Jó, hát én szívok egy cigarettát, drága testvére, mindjárt jövök. Jó. Jó van, Marta meg addig idén puzódik. A Hulk színész. Idén. Halvén. Elrébb puzódik. Úgy néz ki, mint a Hulk színész. Igen, de melyikre gondol? Nem tudom, melyikre gondolsz. Ugye leírja. Ott törjön meg valami, mint a televízió. Ott törjön meg. Ezt nem értem. Ott törjön meg valami, mint a televízió. Igen. Nem értem ezt mire mondod. I don't understand, Bandon. De biztos tud akkor magyarul. Hát... Akkor miért nem értem, amit pofázunk itt. Igen. Be is szédültem, ez kicsit erős. Csak sem meg is szoktál nézni, ilyen gamerés, streamelés, foglalkozunk azzal is. Menő ki szórakozni, köszi. Köszi, hogy nézel. Mit így? Mindhárom menők és szórakoztatók vagytok. Hát még jó vagy. Ja. Önbizalom, ez hát keményen megvan. Én nem játszok. Nem, dehogy is nem szoktál játszani. Ketten szoktuk kóba tolni, most már majd a harmadik, aki kiment rágyújtani, az is ugyanúgy fogja majd a játszani. játszani. Szalamandé. Így van. Ilyen aktív csalegéseket többször is kéne csinálni. És akkor megismertek minket. Ez így a korrekt, szerintem. Így van. Misi, bejön a füst! Baszki, mit csinálja? Fújt ki! Tartsd bent! Tartsd bent! Nyedd le! Jó, ez. Teljes mértékben. Így van, nem? Milyen volt a meló? Szóval, igaz? Jó volt. Jó volt.
küldöm az utolsó srác viselkedési vicces, mint egyik barátom Indiából. Aha. Én mindig vicces vagyok. Próbál az lenni. Nem, én mindig az vagyok. Így van. Bolondok vagyunk. Sűrű bolond vagyok, az bevallom, azt ennyi. De amúgy alapból mi szoktunk ilyen. Küldöm az utolsó srác viselkedési. Mi? Különösen? Ja, különösen. Martin, én Dávid, aki kint van, az meg Misi. Így van. Most miért? Ennyire ismert vagy Indiában? Nagyon jó. Megyünk hozzá nyaralni, mit szólsz egy hétre? Megyünk Indiába. Főző ránkén. Tudsz főzni? Aki Dávid. De akkor most ki a Thor? Én? Vagy a Hulk? Köszi. Amint, hogy most... De most ki a Hulk? Ki a Hulk? Én vagyok. Én vagyok a Dávid. Ő a Misi. Így van. De nem, hát azt nem, írta azt, hogy küldöm az utolsó srác viselkedése vicces. Én vicces vagyok. De és akkor... az utolsó srác. De hát most az utolsó srác. Attól függ, hogy melyik irányból néz. Hát bazzag, én vagyok az utolsó srác. De te vagy az első, bazd meg. Én vagyok az utolsó srác, rám gondolt a sohóból. Hát igen. Az egyik barátom Indiából. Én magyar vagyok. De ki az van itt Hulkra? Én. Hulk az ő. És én vagyok a vicces, különösen. Igen? Te majd csak különösképpen a vicces. Igen. Különösképpen. Egyik hasonlít, az egyik haver, aki Indiában a... Rám hasonlítasz? Aha. Jaj, mert különösen vicces, ő is, meg én is. Ja. Nem, azt írta, aki Dávid. Te vagy a Dávid. Igen, én. Én. Igen. Én hasonlítok a Hulkra. Akkor most mi van? Nem, az utolsó... Nem. Az utolsó srác. Hát ki? Ő az utolsó srác. De nem, hát én... Melyik, attól függ, melyik irányban. Akkor neked így, te basztad fel viselkedésére. Én? Én hát, felbasztalak? Hát te vagy az utolsó. Ez csúnya. Az szemébe. Nem, hát ő az első. Én, most én vagy az első. Én még a középső, de vagy az utolsó. Igen, de igen. Amúgy ön mutatkozz már be. Hogy Pály te... Mihály. SSN. Nem. SNI. Milyen? Mi van? Segítő. A geci a szállba, Háromhás kicsit van. Sárga nap. Te kis háromhás. Te kis halmozott a hatályos helyzetű van. Ja jó, hát én nem gondoltam, hogy meleg vagy. Egy szóval se. Azt írta, hogy ne hidd, hogy nézem az adásaidat. Ez azt jelenti, hogy meleg vagyok. Nem vagyok meleg. Mi van? Mármint, hogy nem azért nézi az adásainkat, hogy meleg, hogy most valami, hanem hogy érdekli. Jó, de nyilván. De van, úgy... Figyelj, tesókám, itt vagyunk hárman, de reméljük melegek, vágod? Nem. Azt írta, hogy nyugodt lányt keresek, de senki sem jó. Hát igen. Az nők azok ilyenek amúgy. Sűt bolondok. Ja. Nem amúgy, semmi bajunk a nőkkel. Nincs, persze. Ádám. Sőt, szeretjük őket. Ahogyan. Így van, mi sem vagyunk amúgy melegek. De miért lennénk melegek? De amúgy nekem ez elment, mármint kidobom. De amelyik melegek, ez elment. Az elment, igen. Nyugodt lányt keresek, de senki sem jó. Nyugodt lány nem hiszem, hogy van. Tehát, hogy nincs. Nincs egy nyugodt lány. De amúgy, ha... Igen. Nyugodt lány az nincs. Hát igazából a lányok szerintem azok pont olyanok, mint a férfiak. Ja. És ő is kell velük beszélgetni, és akkor megvan minden. Persze. Tehát, hogy hát, meg kell találni a közös hangot velük. Így van. Folyamatosan. Haverkodni kell, mint egy barátoddal beszélgetni, és akkor teljesen ja. Ott van az egész. Igen. Tehát, hogy ennyi. Aztán meg majd ők eldöntik át, hogy bejössz-e, vagy nem jössz be neki. De amúgy mindenki megtalálja majd az ideáját, a sors az mindenkit persze, összehoz persze. Majd egy idő után. Nyilván barátnak is kell lenni egyben, azért barátnő. Igen. A így van. Ha úgy így érzed, van, hogy már jól el vagytok, megvan a közös hang, és jó, akkor el tudtok... Jaj, nem. Hát ez egyébként meg, hát nem azt mondod, hogy fontos, de egyébként meg eléggé fontos dolognak. Hát
tartom azt, hogy a szexuális kapcsolatban azért ott legyél valahol ilyen szinten. Tehát szerintem az legfontosabb. Tudják technikákat, tudod. Egy-két új figurát tudásod. Igen. Legyél pornoszt, nem? Hát ez igaz. Nem. Jó, bizonyod meg ez a hülyeség utána a baszások lényeg. Nem, nem. Jó, hát egyébként meg nyilván a Twitch-en vannak olyan platformok ugye, hogy átmész oda és akkor ott füldőzik a medencébe, de... Hát az igen, de hát az most... Nem arról kellene nézni egyébként azt a szempontot, hát, hogy nekem mi az ideális nő, mert oké, okay, hát hogy jól néz ki, tényleg, hogy igen, hát jól néz ki, ugye. Úgymond azért vannak nézői, mert jól néznek ki, így és van. Akkor folyamatosan most megy a csevegés, igen. Ilyenek. Viszont nem tartanám be egy ilyen kapcsolatban ezt a nőt, igazából azért. Azt írta, hogy kommentált egy élő közvetítés egy lányt, a barátja ott volt, aki rossz szavakat mondott a saját nyelvükön. Szóval elmegyek, de ez a lány aranyos. Hát... aha. Hát figyelj, sok ilyen van. Megértem néhány szavat. Hát igen. Köszönöm. Igen, igen. Mi a faszom van? Nem tudom, hogy mi van vele. Bolond. Egyébként meg pezsgőt iszunk közben egyébként. Hát nekem már elfogy. De az is pezsgő. Ő van megitta a pezsgőt. Pezsgőt. Pontosan. Szívsz egy hiccet, Marci? Nem. Nem szívtem. Én szívom. Igen? Persze. Hogyne. Ez pontosan így van. De azt nem tudtam amúgy, hogy tényleg a Nike-ot azt lehet hallgatni amúgy. Lehet, mert ugye nem szabja a fejelődni. Ja, akkor az úgy mond, akkor én akár ha elkezdek játszani, igen? Akkor is hallgathatom, mert akkor... Igen. Igen? Igen. Az jó, azért. Mert ugye az nem folytítani, mert... Tessék? Miért? Mit? Az utolsó srác, akit újra... feldőített a Hulk. Te vagy a Hulk. Te vagy a Hulk. Na, hál' Istennek. Álljunk le. Az miért nem volt? Na, azt állj! Állj! Hálj. De nem hálj. De nem hálj. Nem. Csak hálj. Így van. Hálj, azt mondtam. Jobb lenne behoznál a gitárot, azt hálként gitározom egy kicsit, de te vagy a hák, ez rajtad fog maradni. Nem forrátom el. Egyébként a kis hák, ő egyébként tud zongorázni is. Zenéket csinál, gitározik. Jaj, és össze is vágja őket, van fent mixe az interneten. Végig mosolyogsz a hozzászólásra, én azt írtam. De amúgy örülünk, hogy érsz, és akkor így... úgymond beszélgetünk egymással. Így van, hogy betyárhatna. Így van. Ő nem megbánt, hanem ő ilyen. Ő minden nevet amúgy. Így van? És miért nevethetünk? Így van, nevet. Verte a boxot is. Milyen boxot még? Milyen boxot vett? Milyen boxra gondolsz? Ládára. Dobozra, mit vett? Nem tudom. Vettem boxot. Lehet összekeverni itt téged valakivel. Lehet egyébként. Én nem tudom, miről van szó, hogy ki ez a hát, meg nem tudom, miért vagy pont hát. Lehet az alkatod miatt. Ja, mert dagatolj. Dagatolj. Meg kövér. Meg ugye hát állapébe gucsoztam. Lehet jó volna. Megállottak a rossz emberről. Galéz. Mit csinál? A Branda Bélet. Nem szabad ezt. Így van. Mi gyöngyöm? De ez itt a fatalod is, nem? Nem. De azt mondtad a szívem. Barna. Van szívott barna. Szilvert is, barnát is, és... És te melyiket szívtad? Rózsaszínt is. Rózsaszín. Ja. Mi a fasz? Uh-huh. Ja. Ja. Nem is nagyon érzem. De jó, mert ugyanúgy nikotin, meg jó, nincsen az olyan nagyon fura íze. Mert én használtam ezt a
embert, vagy mi az ember, a, amber. Az ember? Igen. Micsoda, mindkettőjüknek adok pénzt, hogy eltűnt az utolsó barátod, csak viccelek. Micsoda? Mi? Hát, hogy mind a kettőjüknek adok pénzt, hogy eltűnt az utolsó barátod, csak viccelek. Az utolsó barátod? Ja, hogy ő eltűnne, akkor mind nekünk adna pénzt, hogyha te eltűnsz. Nem. De csak viccel. Viccel? Ah, kurva. Martin, felbaszod itt magad. Haver, te mind használod az instit... Tessék. Ennyi volt. Igen? Azt írta haver, te mind használod az Instagramot? Hát, néha napján. Ezt miért nem dobtad ki amúgy? Hát, mert nekem kell dobni be azért, tart a videó. Hát, te szívtad, Tága. Figyelj, kettő szívtel most. Amit nem tudsz készíteni. Na, de hová tettem? Jó, itt van. Azt érzem egyébként, hogy levők hány ilyen. Árnyékulva. Aha. Lehet, hogy azért, mert csak szar a szemem, de én ágyban látom magam. Na, négyben nem. Nem vagy árnyékban. Nem? Nem. Így van. Jó. Na. Valami témát fel kéne dobni. Na. A kollégát kérdezni. Srácot hozzon fel egy témát egyébként. Hát most akármit. Hát most kérdezte tőlem, hogy te mind használod az Instagramot? Hát szoktam Instagramozni. Fent vagy a Instagramon egyébként. Persze. Ez a kérdésnek a lényege. És hogy milyen néven van fent, vagy fent Instagramon? Instagramon? Hát fogalmam sincsen amúgy. Tegnap csatlakoztam az edzőteremben, mondom, hogy jó a YouTube csatorna. Hogy tegnap csatlakoztam az edzőteremhez, mondta, hogy ja, szerintem tegnap csatlakozott a izénkhez. A szarú fordít szerintem. A izéje. És akkor azért. Egy témát hozzá fel, testvére. Most testvére, ja, ez nagyon fura, nem? Ja, egy témát. Ösköcs. Nem. Tényleg nem. Mennyi nem. Idős vagy? Például. Ja. Na most ismerkedsz? Nem, kérdezzen egyébként. Bármiről, akár... Ja, egy témát hozzá fel, négyen itt vagyunk, akkor most ezt kitárgyaljuk, jó? Így van. Na kérdezzem. Ja. Bármi, most például megbeszéltük a nőket is. Ja. Ilyen a YouTube channel. Aha. Angol. Aha. Mi angol? Mi? Hát angol a YouTube csatornája. Van YouTube csatornája. Aha. Meg kéne nézni. Mi a címe? Mi a címe? Ott van GM a YouTube csatorna. Ja, GM? Akkor van gyurós. Ja. Aha. Nekünk is van YouTube csatornák ugyanúgy. Felszoktuk tenni a game-eket, vagy hasonló. Mi nekünk meg Games RT Production. Hát legtöbbször amúgy gémelni szoktunk, csak most, hogy hát mondjuk miért ne, legyen egy kis életés. Operatív tartalom van a csatornán. Ja, ja. GM? GM. De mi? De ezzel nem észre semmit, szóval nem tudom, hogy miért ezt a kisztusan találkozni, és ilyet kell vele. A csatorna. GM channel. Így van. De abból szerintem rengeteg van, szóval ez nem az lesz. Ez nem az lesz. Biztosan nem. Így van. GM channel. Szóval, jó, az indiai, igen. Nem biztos, hogy nem van. Hát indiai kell. Jó, de ebből rengeteg van. Hát az persze. Nem értem a nyelvedet. Nem értem a nyelvünket. Hát... Akkor eddig nem tudja, mit beszélt. Kapcsolom már be a laptopomat, és akkor ott tudunk írni is neki. Nem értem, ez sem. Honnan tudtam, miről beszélni? Értem, oké, jó. Visszaírok. Ez a tuti. Balck, írok. Testvérem, egy témát hozzá fel.
De nem érti. De érti, érti. Egy témát hozzá fel, aztán arról fogunk beszélgetni, jó? Nem, de... Felmegyünk a Game Safety Productionre, így van. Ez a reklám. Nem tudnák, hogy az olyan. Négy. Mennyi? Miért 400? 4.32 p-ben rögzít. De miért? Nem értem. Annyi bír a telefon, vagy mi? Nem. Jó, akkor... Jó. 2K-t bír teljesen. Egyébként Martin, tudom, akkor megcsinálni, bocsi? Szangbár. Vagyis? Nem volt valószínű kérdésre? Fogban. Nem. De milyen? Fogban. De milyen nem? Fogban. Tudod, akit beszélgetik, de mert hiába vágod, szóval. Jó, de miért? Pol, most. Tetszene. Nem most egy ilyen bazni. Mikor? Később. Nincs se? Mennyire? Izé? Azt nem. Ja. Na mi van? Mi van most, hogy... Már kettő van. Most először Magyarországról. Mi? Mit beszél? Ha, hát azt hittem, hogy most hall először Magyarországról. Jó, el vagy térező sok. Látszik, nem jártok könnyen úszáltalános. Egy kicsi ország. Ja, mondtam, hogy ajánljátok valami YouTube csatornát. Ja, igen, ajánljunk valami YouTube csatornát. Hát figyelj, van a Döviár, van a José atya például, ezek Magyarország úgymond erősebb, úgymond a gaming tartalomban és tech-be, ugye hát, hogy ugye az, hogy új dolgokat kipróbálják, az a Döviár. Azt ajánlanám egyébként elsősorban. Azt írja, hogy a Game Safety Production Oggard Country. Ha? Good country? Jó country, hát hogy jó helyen van igazából. Hát a country az a jó hely, nem? Mert hogy a country az a hely, nem? Vagy tartomány? Mi ez? A régió? De ez hogy fordítani? Hát helyesen, hogy country, mert hogy tartomány egyébként. Oké, de ez most hogy jött ide? Attól, hát attól függ, hogy milyen tartalmakat szoktál nézegetni. Jó az ország. Jó az országod. De nem beszélj neki, mert úgy sérjét inkább így állni, mert tudja folytani. Igen. Hogyha egy utazó csatornát szeretnél megnézni, egy utazó csatornát, ami ugye járja a világot és ugye magyar csatorna, akkor ajánlom neked az IFK Légiót. Beírod YouTube IFK Légió, és csávókkel megmászta a Himaláját, mindent. Imádom. Szirmai Gergely viszi az egészet. Nagyon imádom. Tesó. Elégedetlen vagy, Martin, azt írtál. Miért pont róla van szó? Azért, mert hogy azt írta, hogy ő úgy gondolja, hogy te elégedetlen vagy vele, pedig csak próbál minket szórakoztatni, hogy
Érted? Miből gondolod? Nem értem. Csak próbál szórakoztatni. Azt érte. Tesó, tesó, ezt értette. Marti vagy mi is megtanította neki a tesót. Mert a tesó, az tesó, ez van. Nem értem, miért pont igen kell kifogni? Faszom ki. Ja, te vagy a legjobb láncemben, értem? Én nem beszélgetsz. Ja. Én beszéltem. Itt vagy, ülsz, mint egy szar. Vágod? Hát ilyen ember, ez szar. Te szarral beszélgetni? Ne? Te sem beszélsz a WC-be, bazd meg. Érted? Vége mindennek. Ajajaj, nézd csak mennyi emlékszted. Get. Ez a veszély. Meg akarom nézni a csávukámat. Kis gír kell nekünk? Niki, itt van. Ez 2021-ben hozta létre a fiókját. Az jó. Na de egyébként meg általános csevegés van, szóval valamiről kellene beszélgetnünk. Azt a gitárt például, átpasszom meg Martina. Tovább, valamit nyomjál rajta. Hát nincs semmi hangod. Állj be rendesen, szépen. Húrozz be, és azt is... Nem? Green Day valami? Hát eléggé szarul. Hát ez... Hát miért tépd el? Bevadult. Érte, hogy követett pár ilyen edzéssel járó csatornákat, és az ottani videókat nézegette. Nagyon ráztad. Folyamatosan. Nagyon jó. Ennek van, van, nézd csak. Folyamatosan. Teljesen jó, de most mennyien vannak egyébként? Egy. Az az kettő, vágod? Így van. Az a majdnem több, mint itt, amilyen itt ülünk. Ja, de... Teljes mértékben jó. Hát, gitározni is tud, azt írta. Minden tud amúgy. Tud gitározni. Na, fogj össze, leklász. Még egyszer 36. Így van. Na, mi újságban egyébként itt a csetén? Szépen játszott az óta. Ez is ilyen Instagram felhasználok az Instagramon és az ostani videókat. Mi? Gitározni is. Szépen játszott. Jaj. Teljesen jó. Martin tesó szépen játszott, azt írta. Tesó. Tesó. Nagyon jó. Köszönjük. Nagyon jó vagy. Thank you. Imádunk, bazd meg. I love you. I love you too much, bazd meg. Valami felburult, vagy mi volt? Nem, semmi nem burult fel. Hát, mi burult volna fel? Mit tudom én? Mit tudod te? Akkor mit tudom én? Érted? Ja, dobok egy sárgát, addig átpasszolom. Átpasszolod. Irkáljatok. Valamiről van szó. Martin tesó, az Martin tesó, vágod? Martin tesóval nem bírsz. Martin az annyira kemény, hogy el se hiszed egyébként. Nincs bírál senki. Ja. Istenekkel nincs bírál. Hát azt nem mondanám élőben, hogy az Istenekkel nincsen bírás.
Ó, végre Martin tesó köszönetet mondott nekem. Azért ne bízd nem magad. Azért ne bízd nem magad show. Azért. Hát Martin tesó az Martin tesó, bazd meg. Tudsz Chatlint? Jó. Egy ember nézd meg, hogy ez teljesen jó, ő az adja. The number one, érted? Number one. Imádom, jaj, jaj, jaj. Hogy minden, hogy van minden este, hogy ott van? Elvicin. Nem tudom. Figyelj, srácos, valahol el kell kezdeni. Tesó! Mi az igazi neved? Hogy hívnak téged? De miért? Ne kérdezi ilyeneket. De ne kérdezzem. Mert ő tudja, hogy te vagy Dávid, én vagyok Misi, és ő meg Martin. De mi nem tudjuk, hogy őt hogy hívják. Van egy felhasználó neve. Miket? Most ez Andrei. 22. Ott jössz, látod? Később jöttél, ne szólj be. Jó, jó van. Na. Ide utazol. Mindjárt kiért, hogy nem. Biztos, hogy nem nyilván. Úgy van. De itt van a szalon. Vigyázz a dolgomra, hol van? Itt van Nick. Na, beszélgessünk már egyébként valami jó dolgot. Ha? Itt a sor. És itt a tesó. Szép napot neked, szia! Menjünk az Instagramodat, tesó! Megy az inas? Oké is. Ah, megy futni. Menj és srác! Bejeljedjük! Egészséges életmód! Kisfia, mehet! Dávid Leo. Ez az tesó, mennyi? Csak pengé. Dávid tesó. Imádlak, testvérem. Misi. Misi, yeah. Én vagyok Misi. Ám Misi. Misi tesó. Így van. A kinővére. Nővérem rendetlen. Oké. Tegnap megesett az eset. Na tesó, menjél futni. Golfutás. Ja. Ott a sparod már zaklat téged, biztos? Nem. Biztos nem. Csak nyugiba. Miért rendetlen a tesód, vagy a nővéred? Ugyanaz. Ugyanaz. De ezt váltuk amúgy, végre valaki ír is, és akkor ez így sokkal jobb. Nem? Ez akkor lesz majd teljesen jó, amikor már többen is, és hát akkor... Hát persze, most... De ez szerintem jó. Akkor nektek is tetszett a Spider-Man. Szerintem is jó volt. Én nem néztem meg. Mikor ízzel? De meg kell majd nézned. Megjelentve Tobi Maguire. Ja, az eredeti Pokémon. Meg a izé, Tom Holland ugye, meg a Griffin. Griffin. Popas, hogy hívják. Na izé, Diablo játszom az a faszom. Miért? Igen, ha biztos vagy. Azt írta a Drink Tester, a Drone Beat Slowing Sister is. Be van baszva a nővéred, mi? Iszik, mint a disznó.
húgot mutat ez a rendben. Semmi baj. Na, hoppa, rögint be. Tesó. Miért? 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 Hát a pazd meg már... Teljesen megszokta, hát ő már... Benne vagyok a szakmában. Benne, szóval. Benne, folyamatosan. Nem szabad benne. Hát de... Taposan. Ja. Hat követi. Nem iratkozott fel. Köszönjük. De... Szerintem. Na jött még egy nézőnk. Szia! Ne, jó újságban van. Ne zavard már el. Nem, ezzel nem zavard. Általában csevegésre van. Így van, általában csevegésre. De akkor csevegünk valamiről. Beszélgessünk. Lehet mi sem más. Vegyen lerőltetősen. Nem. Hadd vegyen már. Nem szabad. Jó, hozzuk egy sört. Hozzá. Készes? Így úgy. Fodrászkodok is amúgy. A misit én nyírtam meg, nem bírsz? Nem bírsz. Jó, megyünk. Szia Martin tesó, azt mondta, szia. Bye. Levert voltunk egy fazit. El is vágtam a anyagot. Nem. Nem azt akartam mondani. Valóan, nekem ne hozzá. Nekem ne hozzá. Magamnak vágod. Nekem ne hozzá. Mert én neked nem mozog. Majd ma, ne, vagyis nem sokára már lesz egy kis dolgom, dolgozni fogok. Ja, hát kiszerünk be, mészünk. Persze. Én nem dolgozok majd csak vasárnap. Nem, hétfőn. Miért idegesítette fel? Ha majdnem leverte a tükröt. Kiverte le a tükröt? Te. Én? Lehet. Felidegesítettek téged. És akkor tükröt leverted, amikor biztos így. Miért engemet? Én nem is csináltam semmit. Ja, most hogy én ide Martin, rosszul fordított, tesó, pedig banyagul írja. Látom, milyen rendes volt még Martintól. Martin tesó, szia! Hát ennek fel van, szia. De iratkozom fel. Ja. Nagyjuk már annyiba. Igen. Most ez egy nézőt is elhalasztott. Azért, mert nem nagyon beszélgetünk. Hát nem, mert... Ha se félhet, hogy rámennek, nem tetszik, azt leemennek el. Hát, igen, persze. Meg amúgy lehet külföldiek. Mert legtöbb felhasználó szerintem külföldi. Hát nagyon sokan vannak amúgy külföldi felhasználók. Persze, és nem fogok külföldi érdekes témát. Csak te, meg én. De valamit most mondjunk ki. Nem tudom, én sem, hogy mi. Még most sem a pillanatban. Igen, és ilyen. Tehát erre mit gondolsz erre a dolgról, hogy... Ez az jó dolog. Igen. Mit gondoltok, meddig fog szerintetek élni a Föld? Mert ahogy ilyen tempóban haladunk, jó, oké, és hogy most már megy itt az elektromos autó, megy most már a izé. Rossz szavakat használsz rá. Nem használ, nem. Milyen rossz szavakat? Honnan tudja, mit mondom? Nem, hát kérdezte tőlem, hogy nem tudom, miről beszélsz, de lehet rossz szó vagy jó. Azt mondom neki, hogy jó. Hát akkor meg nem értem az egész. Marki nem használ rossz szavakat rád. Igazából semmilyen szavat nem használ nem. Rád. Hát most nem, nem értem, miről van szó, tehát... Igen, és nem érti. Ja. Don't understand. Understand. Yeah. Az meg. Hát az sérti úgyse. Iratkozz fél. Subscribe, my bro. Subscribe. Bro. Te leszel a vendégszereplő Indiából. Így van. Külföldi. Te leszel a globális összekötőnk Indiából. Nagyon keményben. Mit írt Saul? Rendben. Feljött hozzá. Vagy arra írt át, hogy oké, hogy nem használsz a szavakat. Szóval nem tudja, rossz szavakat használni, de nem érti. Nekem olyan, mint a kínai. Mi gondoltok a mostani benzitárakra egyébként? Ez egy nagyon rossz a téma. Amit eléggé sok ember érint egyébként. Én szarok be, nekem is kocsi. Jó, nekem van. Nekem jó, de akkor mit gondolsz arról, hogy
Van ugye a benzinnál, ami igen. Ugye megállt egy bizonyos ponton, de a benzinkutak majd drágábban kapják a benzint Magyarországon, mint amiért nyílt. És ugye ezért kormány... akar Misi ízét benzinkutat venni. Igen. Figyelj Misi, azt gondolom, 10-15 évvel ezelőtt is ugyanannyira adták el. De már más témán vagyunk. Szóval most ugye... A kormány teszed a Droger Getty. Beállt a benzin ára egy bizonyos ára, ugye fix. Ugye? Fix a benzin ára. Oké. Okay. Viszont mostan a kutasok, ugye, a benzinkutasok, ugye, akik ugye berendelik a benzint ugye maguknak, drágábban veszik, mint amennyiért eladják. Szóval, hogy náluk deficit az, hogyha náluk tankolsz. Mert te olcsóban tankolsz náluk, mint amennyiért ők megveszik, mert ők drágábban veszik, mint amennyiért te vagy ebben a tankolsz. Nem is tudom, soha nem. De te mit gondolsz? Mi a véleményed? Hogy ez így jó, nem jó így? Vagy jó? Oké, nyilván nem jó, vágod. Nem jó. Nem jó, nyilván nem jó. Igen. De hogy ez miért van? Hát fogom tudni, mi vagyok én? Mexikó. Nem az, hogy te vagy a Miki. Lexikon, bazd. Nem tudom, mi siker. Most tök nem sikézzel. Élőben nem sikézzel? Így van. Vejjó, tudod, hogy, hogyha végül lesz a live-nak, akkor neked annyi? Nem baj. Annyi baj. Jó. Ó, így vagy. Te nem mondtad szívet. Kérjük sipolva. Nem, te veszek kis angolva majd. Mi? Ha, sok még el is. Az nem az. De azt lehet mondani, hogy... Másik mondtam. Más. Nem, hogy érted. Másképp írom, máshogy elintem. Így van. Hát az a magyarban is így van. Ha nem úgy írjuk, hogy... Tartsatok velünk csével. Ja. Tartsatok! Tartsatok velünk! Ja. Legyetek velünk, legyetek itt! Lelkileg, képileg, fizikailag! Fizikailag, ha tudtok, gyertek, ígyunk! Azért azt nem. Lányt a rángáson. Milyen rángáson? Szerintem tánc, mert egy ilyen összeévetél lesz egy dologtól. Mi? Ja. Hát, hogy nyűgözze le a lányt. Igen. Hogy a lányt, hogy nyűgözze le. Hát figyelj, amúgy leírom. Első dolog neked. Az, hogy legyél úriember, ugye, nyilván. Legyél úriember, és ne úgy gondolj rá, mint egy nőre, hanem mint egy barátodra. És beszélj neki vicceket, stb. És hogyha ugye nevet rajta, vagy mosolyog rajta, akkor már jó utat van. Ha csak nem rajtad nevet, ugye? Szóval... Az fontos, hogy ne rajtad nevessen, hanem azon, amit mondasz. Ugye? Nem egy apró fizika kell hozzá, nem is mély nélküli diploma. Egyszerű lélekek vagyunk, ugye? Egyszerűk vagyunk, ugye? Ja. Tényleg egyszerű. Egyszerű, tényleg. Azt írta, hogy megjelenésileg tapasztalható, hogy... Kisebb. Te. Én vagyok? Megjelenésileg tapasztalható. Ja, hogyan kell lenyugodni a lányt. Persze, megrettél, nincs érő. Hát nincs, nem volt alkalom sok nőzet. Így van, mindenkinek. Az a jó. Az... A legtöbb emberrel a gond egyébként, hogy amikor beszélgetnek egy nővel, akkor úgy gondolnak rá, mint egy nő. Amivel ugye nincs is gond, csak egy... Hogyha úgy gondolsz egy nőre, Dávid például, igen. Hogy ő egy nagyon jó néző ki, nagyon jó néz ki, jó csaj. Igen, igen. Akkor van egy kis gombóz néha hát az emberben. Hát ugye? Van, de... Igen. De viszont... annyi az egész dolog, hát hogy nem úgy kell gondolni rá, hogy hú, de szép vagy, hú, de csinos vagy. Nem. Hát neked... Az, attól megdicsérheti. Meg, mert... persze, persze. Főleg egy összejövetelen. De... Hát egy összejövetelen meg is kell, érted? Meg kell dicsérni. Minden bizonnyal Martin sokat harcol a te területeden. Ezt mire érted, hogy harcol? Ezt nem értem én sem egyébként. Hogy? Nem értem.
Martin amúgy egy barátságos ember, szeret ismerkedni, csak hát van, hogy mindenki elfárad egy kicsit. Ennyi. Ezt most nem értem, hogy mi jó? Mi? Ja. Nem vágom. Ja. A témát hozom a... Ne fogadjál már el. Alszott egyet jó. Te egy katona vagy. Egy army. Egy hadsereg vagy. Egy hadsereg vagy. Ja, fasz. Egy team. Egy csapat, vége. Mondhatok egy...
Annyi az idő, jaj, negyed egy. Nem sokára meg lesz minden. Oké. Tessék! Vigyázzak! Mire vigyázzak? Az a lépte. Ez izé. Májkor. Na, és amúgy Mizu Martin. Minden okés? Már leléphet a kisrác. Leléphet? Nem. Elment, elköszönt. De van megint egy nézőnk. Üdvözlünk. Na. És ki az? Nem tudom. Pistófosz. Igen. Hát. Nagy halott. Na, írtál, hogy mi? Lehet, hogy nem. Gyere át Pestre! Ígyunk valamit! Gyere most közé! Beszélgess! Mi újság van? Na! Elsok semmi! Elsok semmi! Kiment az elem az energiádból! Milyen elem? Hol ment? Én Duracell vagy. Duracell nyugszi? Pontosan. Ez jó. Így van. Azaz. Na. ez már rossz meggondoltál itt a dolgot. Én se tapsoltam, Dávid. Tapsoltál. Ez az a hang, amit egy nővel lehet csinálni. Ketten. Akár három is. Nem is szabad annak lenni. És nem értem, miért ennyivel izél. Hát nem tudom. Na, elég jó. Utolsó viszlát. Na, megint az a néptáncos. Utolsó viszlát az. Jaj, mama. Most segíts majd. Ezek mit csinálják ezek a panelek? Miket lehet itt csinálni? Bármit hozzá lehet így adni szépen. Igaz? Jó, eltűntél, Misi. Itt vagyok. Mi újság? A srác az lelépett. Itt hagytam ki. Hát nem sok minden. Nem sok minden. Nem? Utolsó viszlát, hogy hétes néptáncos. Tényleg? Tényleg? Ja, ez már teljesen jó fej volt egyébként, lehetett volna beszélgetni, szóval, és ez fontos, hogy lehetett volna ugye beszélgetni. És én úgy tartom, hogy akárki is van még itt, hogyha van itt valaki egyáltalán, ugye? Van, hogy ne lennének. Az a chatten, hogyha beírja azt, hogy szia, akkor már tudnánk beszélgetni akármit is. És valami témát elhozhatnak. És azért beíratná, hogy szia. Ja, hát igen, hát a szia persze. Szia. Igen, szia! Igen. Legalább. Ezt még nem tették meg, szóval beszélgessünk a sportról.
Szerintem, jaj. Ki hogyan a sporttal? Mármint, hogy ki mi szokott nézni a sporton belül, hogy akármi foci, futball, sí, minden, érted? Akármi, minden játszik. Kinek tetszik a legjobban? Pingpong? Hogy már pingpongról beszélünk, ki tud pingpongozni egyébként közölünk? Tudunk. Mindenki is tud. Jó. Pingpongozni. Ki szereti még a kosarabdát? Én egyáltalán nem szereted? Nem tetszik. De miért nem szereted a kosárlabdát? Miért nem szereted a kosárlabdát? Gyűlölöm. Én foci szeretem, más kurva nem érdekel. De az amikor futballt? Az sem. Jéghoki? Azt nem érted, az a baj. Jéghoki? Nem, azt nem értem, nem. Jó, hát az amikor futballról azt kellene tudni egyébként, hogy... Nagyon nehéz egy sport. Nem azt mondom, hogy nehéz. Jó, és erőszakos. Erőszakos sport nyilván, mint a jéghoki egyébként, mert az hát is erőszakos. Viszont az amiki futballban, most akkor most feltegyük azt, hát, hogy most csak 50 percről beszélünk, ami egy játék ideje. Nem tudom pontosan mennyi egy játéknak az ideje. 90 percben, bocsánat. 90 perc? Ugyanúgy az amerikánnál. Igen, az is 90 perc. Jó, akkor ugye... Nem tudom, csak mondtam valamit. Na mindegy. Kurva akkor most feltegyük azt, hogy most akkor legyen, akkor most 90 perc. Én nem tudom pontosan mennyi, viszont azt hallottam, hogy az amikor futballban ugye több a szünet, mint a játék, ugye. Mert ugye yardokra mész ugye rá, ugye, és ugye nem sikerül, oké, akkor hosszú szünet van, és ugye megint összeállnak a csapatok. Így van. Hát az teljesen a taktikán múlik az egész. Persze, igen. Ezért van az, hogy most akkor felteszik ezt, hogy most nem tudom pontosan tényleg, hogy mennyi. Na, az ilyeséget nem akarok mondani, de már lehet, hogy ezért is ilyeséget mondok, hogy azt mondom, hogy 50 perc, mert egy másik embotja most ide belénzi, és akkor azt mondja, hogy jó, te ilyeséget beszélsz, akkor az oké, érted? Ja, de viszont azt tudom, hogy egy 50 percben relatív játszol 50 perc alatt kb. 10 percet. Hát igen. Ami azon múlik, hát ugye viszed előre. Ugye mindig, igen, jól, ugye. Vagy befut és touchdown. Igen. Aztán ugye megint felállás, ugye felállnak a csapatok. Szerintem az megbeszélhet. Mikor lesz majd meccs? Sima európai. Milyen európaira gondolsz? Na most mi? Hát a futball. Elég tárfolyam, európai. Most mi? Hát van az amerikai foci, meg az európai foci. Ennyi. Foci az ennyi. Meg ugye van a rögbi. Meg van a rögbi. De az mi? Jó, nem csak Európa játszik a focit, de bármi pontja. Hát tudom, de ezt a focit, amikor lábbal rúgják, az izéne, európai futballnak mondják. De bármilyen játszik a világon. Hát tudom, hogy már világszerte. Van amerikai foci? Van tényleg? Amerikának? Persze. Igen, futball csak egy van. De milyen futball? Rendes futball. De az amikor foci, az az amikor futball? Nem. Rendes futball. Persze. Én nem, de kérdés, hogy nem csak volt. Nincs is. De nincs, miért nem lehet? Mert szerintem nincs. Szerintem nincs. Én még nem tudom. Japánnak van? Van. Nem igaz. Miért nem lehet? Japánban. Miért nem lehet? Hát most Japánban a foci, hát most. Hát igen. Ott van, ugye, futballcsapat, csapat is van Japánban. Hát a kosárlabda. Hát, hogy alacsonyabb még lehet. Ugyanúgy emberek. Egy kicsit lentebb van a kosár, mi? Ugyanúgy gyaló. De egy ilyen gyaló. Igen, de... De van. Van. Biztos, hogy van egyébként. Persze, hogy... Faj megcsipet. Bejött egy szúnyog, amit cigiztik. Álljál. Hiába. Milyen autót vennétek szívesebben, hogyha lenne gyorsító? Autót? Igen. Hát, milyen autó? Egyet lehet csak mondani. Egyet? Miért csak egyet? Mert csak egyet lehet mondani.
De most én hozom a szabályt. Jó, akkor egy Suprát. A régét. Toyota Supra? Toyota Supra, simán. Te is, te Marko? Legyen a Porsche GT3-os. GT3-as Porsche? Semmi más, ennyi. Semmi más? Ennyi kész. Ennyi, semmi kész Porsche. Ennyi. A Porsche kell. Hát egyértelmű. Nissan Skyline. Porsche maradunk. Porsche maradunk. Még a 90-es. De még a 90-es kiadásban. Hát 2000-es vagy a 98-as. Adnám nagyon, amit kell meg. Venni kell egyet, kész. Vagy egy Mustang. Ford Mustang. Hát egy 69-es Mustangot azt elfogadnék. Jó, 69-es bárki elfogadnak, bazd meg, érted? De még a vak is. Vágod? De... Ja. Nézzéket egyébként a Mustangoknak az árát, vágod? És lejjebb felmegy. És nem mondanám ezt. Nem mondanám ezt, hogy lejjebb felmegy. Szerintem jó. Szerintem meg nem megy lejjebb. Nem? Nem. És itt én azt mondanám, hogy stagnál, de már évek óta stagnál, mert évek óta nézel, jó segged, tesó. De hogy stagnál, igen. Én azt mondom, hogy... Mármint, hogyha nem is stagnál, viszont érezhetőbb, nagyobb érezhetőség nincs az áronban. Hát lejjebb menne, vagy tudja, feljebb jönne. Te mit nézel, tesó? Mit vinnétem magatok egy lakatlan szigetre? Egy lakatot? Lakatlan szigetlen? Én egy lakatot vinnék, tesó. Több dolgot, vagy mit? Egy dolgot. Egy dolgot? Hát szerintem... De egy dologon nem jössz ki sem, hogy balazd meg, hát mit? Mi az, amit vinni rá? Egy dolog? Szerintem egy izét. Egy kis baltát. Én egy nőt. Nem, én szerintem az egy kis baltát amúgy, mert azzal tudsz fát csiholni. Egyébként meg nem. Ha van kő, akkor már tudsz vele gyújtani is. Tudod, hogy mit vinnék magamnak, bazd meg? Egy csónakot. Ezt akartam, én meg egy hajót. Nem. Egy jaktot akkor. Te vágod? Én nem hiszem, nem. De az nem hiszem, már nincs benne, vágod? De ti tudod. Lehet, hogy ilyen basz. Ti túl gondoltátok, ha egy repülőbe kitognak, meg hogy kerülsz a lakatlan szigetre? De az volt, de már a, az volt a kérdés, hogy mit vinnél. De már onnan kezdtük, hogy már ott vagy a szigeten. De bármit vihetnél, mi lenne az? Ja. Kis baltát. Csak én még mindig egy jaktot. Én is. Vagy egy helikoptert, amúgy inkább. Helikoptert elvizem. Fúj a feltankolva. Vágod? Kifolyik a benzin. Azt vége mindennek. Jó, hát a vége persze. Repülő benzin. Jó. Nagyon klar. De az mi egyébként? Mit teszel? Nem, ez ilyen sajtrúd amúgy. Na, következő kérdés. 50 ezer év. Mit remélsz elején 50 évvel? Ugye mit remélek 50 évvel előre? Hát az nagyon sok 50 év. Szép halál, bazd meg. Hát az a... Hát igen, már akkor leszel vagy 80 éves. Nem leszek annyi. Csak 75. Mit akarsz minden jobban az életben? Mit akarom? Az életben? Sokkal jobban? De mitől? Sokkal jobban. Hibányok alapítsák minket ebben. Igen, legfontosabb, legjobb barátod életedben. Hogyan segíthet neked abban a dolog? Ezt te magyar oldalon is megyek. Mert ez olyan volt, mint egy fordítás. Igen, mint a Google izé, translator bazdnak. Mint az a indiai csákú. Na, következő kérdés. Étetően, légy szíves. Ha álnevet kellene készíteni, mi lenne a neve? Az álnévnek. Én lennék faszos 69. Én meg Rászta 13. Majd Szórus lennék. Én meg Csavargó. Te lenne a csavargó. Te meg a csavargó. Ennyi. Én még lennék izé is. Tájfis. Tiff. Most akkor melyik? Hát nem tudom. Tájfis. Tájfun. Vagy mi lenne? Tájf. 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 De az mi az a táj? Izé. Tóval. Tiff. Az meg. Tájf. Tiff.
Melyik állat hasonlít leginkább az étkezési stílusodhoz? Az itt a disznó. Ezek a van disznó. A van disznó. Mindent is. Visél meg a kecske. De miért pont a kecske? Majd mint a kismocska. De miért pont a kecske? De a, csak ilyen növényevő vágod. De én eszek húst is, akkor miért pont a kecske vágod? Hát amit sem mondtam valamit. De én mondtam valamit, de nagy hülyeséget mondtál vágod, de az én étkezési stílusomhoz... Tigris. Kutya. 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 Az kutya. Nekünk a vaddisznó, oké. Okay. Nekem, ez kitárgyalt. Nekem meg a kutya. Oké. Okay. Nem szeretné egy hónapig zuhanyozni, vagy egy hónapig minden nap ugyanazt étkezned? Mm. Attól függ. Nehéz választás, büdös vagy, vagy unatkozik? Nem mondom, mondom, hogy nem ízét nézem magyar oldalt. Vágod? Na. De inkább eszek egy hónapig, hát ugyanaz. De nem tudom, hogy mit eszek, érted? Gyinosztálod minden nap egy hónapig. De akkor most akkor beszélgessünk arra, hogy mi az, amit egy hónapig eszel? Hogy egy finom főzeléket. Azt szeretem. Oh, csirkehússal. Oh. Akkor vagy egy hónapig csirke hússal eszed finom főzeléket. Igen. Amit nem tudunk, milyen főzelék, de főzeléket. A finom főzelék az, amiben van répa, meg borsó. Oké, vagy egy hónapig nem tudsz lezuhanyozni és vagy fürödni. Hát én inkább eszek finom főzeléket, csirkehússal, de tudjak már fürödni. Persze. Igen. Következő kérdés? Inkább elmenni az űrbe vagy az óceán fenekére? Hát de amit... hogy? A Nautilusra elmennék az óceán fenekére. De hogy mész az óceán fenekére? Szóval hogy mivel? És mivel mész az űrbe? Ott és az űrben mi van? Ott látnék érdekes dolgokat. És az óceánján mi van? Szóval, hogy... vannak ilyen kis kérdések? Hát ez mellékes. Hát nem, de nem mellékes, érted? Nem mert mellékes. Ettől alapul meg a kérdésem, vágod? Mármint a kérdésedre való a válasz. Nem tudom, bemennél más világhápus tengeratjára, ahol felmenném Nikolaj valaki a brandba az őrbe. Nikolajra mennék fel, vagy egy tengeratjáróba mennék le. Ugye? Jó, oké. De hogy vissza tudsz eljönni? Bazzeg, nem tudom, bazzeg. Vagy akarom mondani, hogy nem tudom. Na, nem mindegy, hogy kimondtad, hogy bazzeg, no. Nem tudom, na. De mindegy, inkább az őrül lennék egyébként, hogyha túlélem. Ugye? Oh. Mert azt nem mondtad, hogy ezt úgy is lehet ülni, vágod. Igen, és találsz majd egy olyan földhöz hasonló bolygót. Jaja, több... Amin életet tudsz teremteni. Több fényévre innen. Igen, te leszel misisten. What? A bolygónak a létesítője. Martin. Honnan a faszomból az eredeteket a szarok után? Ki a melegebb? Te vagy a barátod? Hát ez buziság. Mi a leghosszabb idő, amíg zuhany nélkül elmentél? Na, hogy mentem el zuhany nélkül? Mi mondom, hogy nem magyar oldatom a sor. De egyébként válaszolva a kérdéset, hogy ki a melegebb, te vagy a barátod. Hát az egyik barátom biztos melegebb. Figyelj! De én nem vagyok az. Én nem tudom magamnak melegebbnek, de ez annyi a cuki, hogy... Nem. Nem, amúgy, hát ezzel a zuhanyzással meg nem tudom, leghosszabb. Hát szerintem 2 nap. Az volt a leghosszabb, amíg nem tudtam lezuhanyozni, mert sok dolgom volt. De már akkor kellemetlenül éreztem én saját magamat. Oké. Okay. Következő. Mikor sírtál utoljára? Utoljára mikor sírtál? Hát nem rég meghatódtam egy filmen. Mikor volt ez a nemrég? Nemrég? Várjál. Nem tudom, láttátok-e Netflixen van ez a... Amikor a csajszi fiatalon meghal, és kap 3 feladatot, 3 nevet. És azt a 3 nevet, az egyik az édesanyja, akivel nem tartja a kapcsolatot, mert a családja az elvált. Annak kell valami jó cselekednie, vagy helyrehozni az egész dolgokat. Akinek van egy... Úgymondan ez a csaj, aki meghalt, neki van egy... Most a lánytesója, egy kislány.
És hát az anyja nagyon sokszor az lelépett az apjától, mert hogy ő szeretné élni, meg utazgatni. Igen. Aztán az apja volt a másik név, mert az apjának meg nyitott egy jóga központot, és egyáltalán nem tartotta vele a kapcsolatot, nem ment el látogatóba, vagyis hát tartotta a kapcsolatot, csak ritkábban ment el az apjához. Aztán a harmadik név pedig a legjobb barátja. A legjobb barátjával pont a halála előtt összeveszett, mert olyan emberekkel ment el bulizni, akikkel úgy érezte, hogy ő vagány lesz. Igen. És hát amúgy a halála is pont emiatt következett be, mert hogy hód bebaszva hazament, és reggel, amikor menni akart a fürdőbe, megcsúszott, lefejelte a WC-nek az ülőkéjét, és kitört a nyakát. De viszont az neki idővel megkapja ezt a feladatot, hogy hová fog jutni. Hogy fel a mennybe, vagy le a B-be, vagyis a pokolba. B, és, igen. Hát igen, A-ba fel, igen. És akkor, na hát ez volt a feladata. Hát amikor visszament úgymond a földre, szellemként, tárgytól szellemként. Mi azt válaszolt, hogy ő visszamegy? Nem, hanem hogy... De akkor miért ment vissza? Hát azért, mert ezt a feladatot kapta, ezt a három nevet. Hogy helyre kell hozni, amit befejezett le, úgymond. Igen. És ez úgy volt, hogy hát a legjobb barátjával kezdte, és nem hallotta senki. Az őrangyala meg azt mondta neki, hogy meg fogja találni a módot, ahogy majd kapcsolatba tud lépni ezekkel a három névvel, akiket kapott. Az anyját, az apját, meg a legjobb barátját. Igen. És akkor a legjobb barátjával próbálkozik, de nem hallja, bármit csinál, nem veszi észre. Uh-huh. És akkor majd idővel, egy első napja nem, ja és öt napja van ezt a három nevet úgymond helyrehozni, rendbe rakni magában. Amint, hogy ezzel a három emberrel rendbe rakni a kapcsolatát, az elrontó dolgokat. Így van. És akkor a barátjával mondtam, hogy összeveszett minden, igen. A csajszi, és nem hallottam. Elszomorodott. A legjobb barátjával az dolgolt, hogy rendbe hozza azt, amit elrontott, hogy ők összevesztek. És ő nem úgy gondolta ezt, és akkor most már késő. De... Ja! Misi, te mikor sétál utoljára? Én? Hamar leváltottál? Amúgy meg leváltott, igen. Mint hogy te is hozzászóltál volna az egészhez. Én legutoljára... Ez nem kell túl... Szizé. Egy hónapja, de nem sírtam, csak megkönnyeztem azt, hogy... Facebookon nézegettem ezeket a videókat, ugye sok videó van fent, ugye sok baromság is közte, és... volt egy olyan videó, hogy valahogy számomra került, hogy egy kislány felhívta a mentőket. Egy kislány felhívta a mentőket, akit egyébként a mentőcsök meg is kérdezett, hogy mennyi idős vagy, ugye? Nem tudom már pontosan mennyi idős volt, de szerintem ilyen 3 vagy 4 éves lehetett. Uh-huh. És... bakker, és... azt mondta, hogy anyu a földön fekszik, nem bír felállni. Erre meg ugye kérdezik ugye a mentősöket, hogy... Majdnem olyan volt, mint a csöves jött a villamos, és nem ugye kérdezik a hogy ugye mennyi idős vagy, meg stb. Igen, és... basszus, és akkor mondját, hogy szerintem anyu rosszul van. Érted? És akkor kérdezik a mentősöket, hogy hol laksz? Így történt. És nem tudta elmondani szegényke, de felhívta a mentőket, és... mondtad, hát akkor lehet, hogy bemérték a mondta, telefon. Hogy anyu rosszul van. És akkor mondták neked, hogy tartsd a telefont, kapcsolja az illetékeseket, érted? És akkor mérték be. Mm. És bakker megmentették az édesének az életét, érted? Na, ekkor könnyeztem be. Na, hogy egy kislánynak, hogyha hallottad a hangját, érted? Még most is kiráz a hideg. És te mikor sírtál utoljára? Pár héttel ezelőtt, amikor a Facebookon láttam egy videót, ahol utolsó kívánsága az volt egy beteg gyereknek, hogy sportfeldából üljön, és akkor totál megható volt, nagyon örült neki. Mm. Azt hittem, amikor kiverted az ujjnál, hogy annyira... Hát azért elrontott mindent. Ezt csinálja, hogy ne szomorkodjunk már. Hát de basszus, ez volt a kérdés, de
Az élet nem csak vidámság, meg kacogás, hanem ilyen dolgok is vannak. Hát, sajnos. Ez a való világ. Igen. De az a jó, hogy teljesült a kívánsága. Hát nem az a jó, hogy teljesült. Jó, hát, jó, jó az jó. Is csak, hát, hogy nem kell fel, hogy ki, hát hogy teljesüljön. Hát mint hogy, hogy ennyi idősen érted, hogy... Hogy meghalljon ilyen fiatalon. Persze, persze, igen. Ez egy rossz dolog. Hát ja, nem volt olyan túl idős. És aki nem tartja ezt rossz dolognak, az egy szerintem egy szalembé. Igen. Így van. Hát a sofőr is könnyezett, mint állat. Ja, és amúgy erről a filmről is az jutott eszembe, hogy izé, hogy a katesom meghalt. Ja. Igen. Ezt akkor is, akkor azért könnyeztem be, mert beleéltem, vagyis átéreztem az egészet, hogy a nő is fiatalon elment minden. Ja. Ja. És hát sokszor csak egy kis baromság miatt az kész. Az élet az amúgy semmit kellene. Ja. Úgy tud múlni, hogy étesen veszed. Azért kell ilyen tartalmas emlékeket, nem tartalmasan lássák. Kell élni egyébként, igen. Hogy legyenek szép emlékeid, azok a fontos, a, meg a... Fel tud idézni a dolgokat. Így van. Igen. De ekkor ne talán szület egy gyereked, azért legyen mit mesélni. Mindig legyen történet. Hát nekünk ilyen lesz. Lesz. Folyamatosan. Van is. Van is. Hát szerintem igen. Lesz is. Hát biztos is, hogy lesz. Igen. Igen. Csak nehéz megtalálni a másik felet. Nem a másik feledet nehéz meg szerintem megtalálni, hanem az igazit. Érted, hogy hát a... tudj, muszáj, hát, hogy tudj ugye kibontakozni. Érted? Ez amit nagyon nehéz. Nehéz. 2022-ben nehéz. Szerintem. Ja. Kérdezd Martin. Nem. Mi? Alszom. Ki a három kedvenc hősnő? Hősnő. Népszerű, nem tudom, basszus. Édesanyám az egyik. Hát ja. És a legfontosabb. A második az... Wonder Woman. Nagymamám. És Wonder Woman. A harmadik pedig... Nőmény. Az a feleségem lesz. A nővéred. Nővéred nem szereted. Hagyjuk ezt a témát. Jó. Szerintem is. Hagyjuk ezt a témát, ebben nem akarok belemenni, ez egy hosszú téma. Az édesanyám, az anya, a mama, a meg majd a feleség. A mami és a leendő feleségem. Mi majd... lenne számodra az álommeló? Jó, ez egy jó téma egyébként, mert nekem az álommelőm az az, hogy... hogy van egy cég, most akkor tegyük fel, hogy van egy cég, ugye, és ez a cég, ez annyira jól megy, hogy többen vagyunk ugye benne. Hárman például. Hárman vagyunk benne ebben a cégben is. Aha. Annyira jó vagy ez a cég, hogy már annyira jövedelmező ez a két ember rajtam kívül, annyira benne van ebben a cégben, hogy ők rengeteget keresnek rajta. És ők nekem azért fizessenek, hogy én ne szálljak bele. Érted? Ez az álommelom. Hát, hogy én, mert ők már, érted, hárman testvérek például, vagy ugye hárman vannak ugye benne, érted, és ők már annyira jó keresnek ezt. És te el tudj menni szórakozni. Nem. Hogy ők már képítettek egy utat maguknak, érted? Ők már jól fekszenek mindenhol, érted? Ezzel a céggel, tényleg milliárdokat keresnek például. És ők azért fizetnek nekem, hogy én ne szálljak be. Érted? És azért kaptam a pénzt, hogy ne csak semmit. Például. Ja. Na. Van, erre, van erre példa egyébként. Hogyha, valami biztos, hogy van. Nem kéne csinálni semmit, és jön a pénz. Na, ezt mondtam én is, csak én meg is fogalmaztam. Én meg, tudod mi? Mi? Én rengeteg ingatlan tulajdonos. Az akarok lenni. Nem, például legyen egy 10 emeletes panelház, emeletenként legyen 10 lakás. Vagyis van 100 lakásod, és az mindent bérbe adod. Annyi. Az nem rossz szerintem. Nem rossz, szerintem sem rossz. De az enyém az jobb volt egyébként az én felvetésem. Hát jobb, szerintem. De nem realisztikus. De, van rá példa. Na. Hova? Na. Ahol most én dolgozok, egy bizonyos cégnél dolgozok, ugye? Igen. Ott ugye három testvér van. Ugyanaz a szitu. Ez a, ugyanaz a szitu, amit elmondtam. Ez gáz. Ja.
ez a három testvér, ugye, a kettő viszi a céget, és kivásárolták a harmadikat. De kivásárolták, ugye, de minden évben, faszomat, hónapban. Adnak neki egy jelképes összeget. Így van. Csak hogy ne szóljon bele a dologba. Jó. Igen. Na, ezt szeretném én is. Csak hát ugye nekem nincs ilyen cégbirodalom, baszki. Csak tudjátok, mit nem értek? Azt, hogy amúgy a közvetítés az magyarba megy. És hogy került egy indiai? Nem tudom, de itt a műsor vége. Így van. És utolsó kérdés felrakok, és ez zárás is egyben. Na, hallgatom. Szerintem ez egy nagyon jó kérdés ugye a végére. Igen. Szerintetek miért vagyunk barátok? Hallgatlak, Dávid. Hú. Ez egy jó kérdés. Ugye? De egyébként meg végtelenül egyszerű is. Hát figyelj, így hozott talán a sors. Amúgy egy az közelben voltunk, mi együtt tanultunk Martinnal. Amúgy én általános iskolában nem is ismertelek. Nagyon nem is láttalak amúgy. Az voltál. Antiszoc voltál biztos. Antiszociális volt? Lehet, hogy nem nagyon mászkáltál ki a suliból, mármint az osztályból. Hanem inkább a padon, telefonoztál, vagy valami hasonló. Mi meg legtöbbször kint voltunk. Szaladgáltunk, verekedtünk. Ja. Ja. Aztán megjött az érettségi. Szerintem lehet azért is, mert hogy szerintem mi jöttünk a legmesszebbről, és mindig egy busszal jártunk, meg el tudtunk dumálgatni. Szerintem ez. Ami Misivel meg nem tudom. Úgy összehozott az élet. A sors. Összehozott mindent, ja. Aztán össze. De tényleg, amúgy már szerintem... Megérünk egymást, kijövünk egymást. Elbondolom. Én azért mondtam azt, amikor kint voltunk, hogy hárman vagyunk egyek. Mert hogy amúgy, ha együtt vagyunk, akkor így dumálunk, megiszogatunk, akkor ez tökre fasza. Összehozunk mindig valamit. De amúgy, elmondom nektek, én vagyok a barát összetartó. Mert én rendezek mindig mindent el. Így van. Hát te valaki nem lenni kell. Így van. Vinni kell azt az ászlót. Így van. Ti meg hozzátok a jó kedvet. Nem értem most miért beszélünk most így a végére. Nem értem, miért vagy te a barát összetartó? Te sem, meg Martin sem mondtok egyszer sem valamit, hogy csináljunk. Hanem mindent én mindig. Így van. Ez azért van, mert tudjuk hát, hogy te ezt majd rendezed. De akkor miért? Nem érted az egészet. Jó, most így hogy mondhatod, hogy ez benne nyilvánvaló dolog, de én teljesen más dologra gondoltam még a legelején, de viszont mikor ezt elmondtad, akkor már megértettem. Itt volt az elmébe, és akkor igen. Mert ez így van. Magunkat. Igen. Így van, de az igen. Nem baj. Miért lenne baj? Ki mondta, az a jó, hogy legalább van egy ilyen ember is, és akkor összeráncs a bandát. De vagy az az ember. Így van. Összefogó. Meg fasz a házi bulit tudok csinálni. A kapocs. Hát nem azt mondom, hogy tudsz fasz a házi bulit, mert voltam már olyan házi bulit, bár hogy nem volt jó. Mert rátmentem agresszívba. Igen. Igen. Jó, be. Ez nem. Ennyi, ez nem. Igen. Na! Császtok! De nem császtok, nincsen semmi császtok. Itt a vége. Te mondd meg, hát, hogy akkor most... Így van. Hogy most akkor mi van? De szerinted miért vagyunk mi barátok? Jó, kívülünk egymással. Én meg imádom ezt az embert, meg azt az embert. Ennyi. Tényleg. Kész. Sziasztok! Pápa! Sziasztok!